2020 sajnos, ahogy a világban és Magyarországon, úgy Győrben is, főleg a Covid-járványról és annak hatásairól szólt. Ezt mondta híradónknak Kara Ákos. Az országgyűlési képviselő az évet értékelve megköszönte mindenki áldozatos munkáját ebben a nehéz esztendőben. Az első szó a köszönetté 2020-ban, köszönet az egészségügyi, szociális dolgozóknak, köszönet a mentősöknek, postán dolgozóknak, kereskedelemben dolgozóknak, pedagógusoknak természetesen, és sokaknak másoknak, hiszen ahhoz, hogy most a nehezebb körülmények között is az ország, illetve a városunk meg a Győr környéki települések tudnak működni, ahhoz sokaknak az áldozatos munkájára van szükség. 2020 a járvány ellenére a fejlesztésekről szólt, és a 2021-es esztendőben is azt tervezzük, hogy minden korlátozó intézkedés, illetve minden olyan járvánnyal kapcsolatos intézkedés ellenére nagyon sok fejlesztést szeretnénk megvalósítani, illetve folytatni szeretnénk a mostaniakat. A képviselő hozzátette, jó hír, hogy a járvány évében a fejlesztések is folytatódtak Győrben és a térségben. Kara Ákos ki is emelt néhányat a fontos beruházások közül. Talán a legértékesebb a fejlesztések közül, ami ebben az évben elkészült, az a kórházi parkolóház. Azt kérték az itt élő emberek annak idején, talán azt hiszem a legtöbben, hogy a Modern Városok program keretében az mindenképpen készüljön el, illetve hát nagyon komoly útberuházásokról szólt ez az év, hiszen a 8311-es út meg a Győr-Pannonhalma kerékpárút, amely mindkettő a kezdeményezésemre valósul meg, ezek nagyon jól haladnak, és egy óriás beruházás is kezdődött, hiszen a Győr-Pápa kétszer-két sávos településeket elkerülő út is elkezdődött a munkája, az építése. A képviselő 2021-ben több egészséget és sok fejlesztést remél. A győrieknek és a térségben élőknek is azt kívánta, vigyázzanak magukra és tartsanak ki, mert jövő tavasztól, nyártól remélhetőleg már könnyebb lesz. 2021-ben is az a célunk, hogy folytatódjanak a fejlesztések, nyilván az a célunk, hogy a megkezdett beruházások befejeződjenek, illetve új beruházásokat, új fejlesztéseket is szeretnénk kezdeni Győrben, illetve a környékbeli falvakban is. Minden győrinek, minden környékben élő embernek, családnak szeretnék boldog karácsonyt kívánni, és sikerekben gazdag és egészséges új esztendőt. Kara Ákos híradónkon keresztül is boldog karácsonyt és egészséges jövő évet kívánt mindenkinek.